Hello Cizámen, képzétek, olyan dolog történt velem, amit azonnal meg kell, hogy osszak veletek. Tudjátok, készítettem nemrégiben egy videót, egy Kadafalván lévő automosóról, a habozójáról, hogy milyen jó az, hogyha valaki nem tud otthon autót most, akkor elmegy, lehabozza az autóját, át tudja ecsetelni, külön van kirakva csipesz az autószőnyegnek, van felni tisztítóda készítve, hát egyszerűen top a mosó. Képzétek el, ma vásárlás után megyek, álmodom, lemosom a Golfot. Álltak a mosóba, beálltam mögé, ugye az egyik részben van még csak a habozó rész, a másikban még nincsen. Álltak bent, álltak mögöttem. Várok, egyszer odalép hozzám egy kék pólós, idősebb ember. És akkor mondja nekem, hogy te csináltad a videót itt a mosóba, ugye? Mondom, igen, kezet fogtunk, mondja, hogy ő meg a mosónak a tulaja, és hogy nagyon szépen köszöni, látta a videókat, a visszajelzéseket, a kommenteket, és mondta, hogy ez neki nagyon fontos, hogy az emberek mit gondolnak a mosójáról, és hogy tök jó, hogy minden pozitív. Én mondom neki, hogy hát persze, én voltam, meg nem kell semmit megköszönnie, mert nagyon szívesen csináltam, imádok autót mosni, mondom, most is az állok sorba, hogy lemossam az autót. És akkor mondja nekem, hogy nagyon köszöni, és hogy meghívhat-e egy mosásra. Mondom, micsoda? Hát, hogy ő meghív engem egy mosásra. Hittem, nem is értettem, hogy mondom, akkor ő kifizeti a mosásomat. És erre, mikor kiállt az előttem lévő úr, én beálltam, odaugrott és beledobott 2500 forintnyi aprót a gépbe, és mondta, hogy jó mosást kíván. És ott lemostam az autót, beszélgettünk még egy pár szót, kiderült, hogy ugye még a porszívók még nincsenek ott az állásokon, de azok is érkeznek, meg ugye kérdeztem tőle, hogy hogy csak az egyik oldalon van ez a habozó, mert engem az fogott meg az egészből, hogy mentünk ballószögre, elnéztem balra, nézem, mondom, mi ez a nagy habozó? Ekkora hab van abban a mosóba? Hát nem is értem. Visszafordulok, visszamentem, lemostam az autót, és azért járok oda, mert nagyon megtetszett, hogy jó a hab, vastag a hab, nincsen kisporolva a vegyszer, és tényleg oldja a szennyeződést, mert rengeteg olyan helyen mostam már autót, hogy lehabozom, leöblítem, várok ugye, hogy a vegyszer föl tudja oldani a szennyeződést, és semmit nem visz le az autóról, de tényleg. És itt meg igen. És mondtam neki, hogy ez annyira jó, és mondta, hogy igen, ő tudja, nem is annyira keres rajta a habon, hogy azt használják, viszont nagyon jó a reklám értéke, meg nagyon jó az, hogyha ráfújod az autóra, tényleg leszedi a szennyeződéseket. És akkor kérdeztem, hogy miért nincs a másikba, és akkor mondta, hogy jön decemberre, vagy hogy is mondom, szeptember, október, a november-december környékére ígérték neki a cég, aki építette, hogy jön és lesz benne ugye habozó, és hát ez brutális jó. És akkor nagyon meglepődtem, hogy felajánlotta nekem, hogy meghívjon egy mosásra, mert ilyenre nem számít az ember ugye, mert nem is szokták engedni azt, hogy videózzon az ember, az meg, hogy még meg is köszönik, gratulálnak hozzá, meg is hívja maga a tulajdonosa a mosónak a videó készítőjét egy mosásra, hát ez hihetetlen egyszerűen. Nehéz feldolgozni ezt a dolgot. És képzétek el, állt mögöttem egy fiatalember, ha jól emlékszem, egy barna passzáttal, és nem tudtam, hogy néző. Ugye annyi pénzt dobott be nekem a tulajdonos, hogy még maradt benne bőven, mert én pikpak lemostam a Golfot, és mondtam a srácnak, hogy gyere, gyorsan kiállok, beállsz, meg van benne egy csomó pénz, és akkor te is le tudod mosni az autódat. És akkor mondja nekem, hogy tényleg, de rendes, mondja, persze, gyere, állj be, így beülök. Így épp ahogy ülök be menet közben az autóba, azt mondja nekem, amúgy jók a videók. És ez, nagyon jó érzés. Komolyan mondom nektek, hogy annyira jó érzéssel tölt el az, hogy ennyire pozitívak az emberek, hogy 2500 forint nem a világ vége, de mégis az a gesztus a tulajdonostól, hogy én mondtam neki, nem kell megköszönnie semmit, mert én szívesen csinálok videót arról, ami jó. És akkor is mondta nem, ő meg akar hívni, és bedobott 2500 forintot az automatába, hogy én le tudjam mosni az automat. Ez annyira jó eset, hogy nem lehet elmondani. Ezek a kis pici gesztusok, ezért éri meg igazából videókat készíteni. Ezért. A pozitív kommentekért, a pozitív, mikor találkozok valakivel, és pozitív ez az egész, és gratulálnak, és mondják, hogy milyen jók a videók, mondják, hogy gratulálnak ahhoz, hogy ilyen jól mennek ezek a dolgok, rengeteget tanulnak a videókból, és ezt így jó hallani. Jó látni azt, tapasztalni és visszajelzést kapni arról, hogy annak, amit csinálok, van egyszerűen értelme. Rengetegen, mikor odajöttök hozzám, és nyugodtan gyertek oda, mert nem harapok, aki már odajött hozzám, azt tudja, hogy ugyanilyen vagyok, ha valaki velem személyesen találkozik, mint most a videókon,
És tök jó, hogy odajöttök, van, aki gratulál az autótakarítás miatt, van, aki gratulál a Jenős videókhoz, van, aki ír, hogy annyira örül, hogy a Jenőt megmutatta itt a YouTube-on, hogy Magyarországon van ilyen szerelő, hogy csak hozzáviszi az autóját. És képzeljétek el, hogy eszméletlen, mert Romániából hozzáhordják az autókat, osztrákból, németből is van, aki idehozta az autóját, Dunántúról, mindenhonnan hordják hozzá az autókat, és rengetegen írtok nekem, ami nagyon jól esik, hogy köszönitek szépen, hogy Jenőt megmutattam úgymond itt nektek a YouTube-on, és hogy van egy ilyen jó szerelő, mert nem mertétek senkire rábízni az autótokat, és ez egyszerűen elégedettséget tölt el. És érzem, hogy van értelme annak, amit csinálok. Ez nagyon jó dolog, szerintem. És most, hogy hirtelen ért engem ez a tapasztalat, ez a behatás, ez a szituáció ugye a mosónak a tulajdonosával, ez muszáj volt nektek elmondanom, mert annyira hihetetlen számomra, mert én régen, hogy mondjam ezt, régen nem voltam annyira jó anyagi helyzetben, hogy akármikor lemoshassam az automat például, vagy elsek akkor egy girosztálat, amikor én akarok. Mert ezt elmondtam nektek, hogy én még előtt kimentem Németországba, 96.000 forintot plusz 5.000 Erzsébet utalványt kaptam a Merci gyárba, 3 műszakba targoncásként. Jó, a Künenágelnál dolgoztunk, de értitek benne a Mercibe. És hihetetlen az, és nem vagyok hozzászokva az, hogy az emberek, hogy kapjak az emberektől, vagy hogy így adnak. Én nagyon imádok adni, ezt párom tudja is, hogy jobb, sokkal jobban szeretek adni, mint kapni. És amikor nekem ad valaki valamit, akkor így kicsit olyan fura érzéssel tölt el ez a dolog, hogy de miért, meg hogy, meg mind, meg magam kicsit olyan furán érzem magam, de úgy látszik hozzá kell szoknom, mert egyre több ilyen van, rengetegen felajánlatok nekem, volt olyan, képzeljétek el, féktisztítót ajánlottatok nekem, szerszámokat, egy csomó mindent, és annyira jó érzés az, hogy támogatni akartok engem, és hogy segíteni, ez hihetetlen. Megyek az úton, autóval, rám dudáltok, integettek, parkolóba mellém álltok, ott beszélgetünk, autópályán, fú, rengetegen, még a szembejövő sávban is van, hogy a kamionos dudál is integet. De hihetetlen érzéssel töltek komolyan. És ez a szituáció most bennem egy nagyon jó érzést vált ki egyszer, nem jutok szavakhoz. Tudom, hogy amúgy sem tudok beszélni magyarul, de ilyenkor meg még annyira sem, mert annyira jó érzés, tényleg hihetetlen egyszerűen. Nem tudom, mit fűzhetnék ehhez még hozzá. Nem is húzom el ezt a videót nagyon, mert nincs értelme. Elmondtam, amit el akartam, és még egyszer köszönöm a mosó tulajdonosának, mert gondolom, hogy nézed ezt a videót, ugyanúgy, mint a mosósat is. Köszönöm szépen, hogy meghívtál erre a mosásra, és még egyszer tényleg nagyon szívesen csináltam a videót, és nem neked kell köszönni, hanem nekünk, a felhasználóknak, hogy egy olyan mosót üzemeltetsz, ami nem lerántja az embereket, hanem igen, elkéred az árát, de minőséget lehet kapni, és ez a nem mindegy. Úgyhogy mi tartozunk köszönettel neked, maradj mindig ilyen. Nektek meg kívánok gyönyörű szép reggelt, estét, ja nem, ha van véleményetek, nyugodtan írjátok le lent a komment szekcióba, mindig el szoktam olvasni, és kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttöt, délutánt, hét elejét, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!